Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sostragédiájáról. tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. Somla és a magyar rock -történelem megkerülhetetlen alakja. Életművének legfontosabb állomása a volt, de játszott például a Neutonban is. Olyan kultikus slágerek fűződnek a nevéhez, mint a kívány igazi ünnepet, vagy a ha volna két életem. Sokáig falta az életet, mindene volt a rock and roll, rajongott a hölgyekért, és nem vetette meg az alkoholt sem. Idővel, feszített életmódja miatt megromlott az egészsége, és többször kezelték pszichiátrián is. A felfelé zuhanás új epizódjában korábbi zenésztársaival, Takács Tamással, Köves Miklós Pinyóval és Pózoltán Zoltán újságíróval beszélgetek. Miért hívtátok főnöknek Somajost? Hát ez nagyon egyszerű, mindenképpen főnök volt. Mint személyiségbe is, és aztán utána meg egy kicsit már viccesen is, mert hogy valamit kell neki titulus. Végül hát, végülis ő intézett mindent, tehát tényleg főnök volt. Az hogy derült ki, hogy ő lesz a főnök? Ez közfelkiáltással történt, hogy egész egyszerűen ő volt az a típus, hogy ő magától értetődő volt? Hát hogy gyorsan elmondom, kronológia, ez úgy történt, hogy megkeresett Hetvárom, hogy menjünk ki vendéglátózni külföldre, és azzal a célral, hogy ketten összövünk, és akkor hazajövünk, ha akkor meg tudom csinálni egy nagyobb bandát, szerezzünk hozzá pénzt, hogy a felszerelést megvegyük, meg, meg amíg próbálunk, meg amíg összejövünk, addig legyen tartalék. Tehát ne Álljunk itt, mert lehet, hogy 68 hónapig kell várni, akkor is legyen valami pénzünk. És már akkor ő ez az agilitása, meg ez az erős jellem, amiben benne volt, az, 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 az lerít le, 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 róla. Ő akaratos is volt? Tehát amit akart, azt elért? Hát inkább úgy, hogy radikális volt, mert mert mindent úgy akart elintézni, ahogy ő gondolta, és, és tényleg meg is tett érte mindent. Nem is hallgatott rátok? Ez egy darabig ment ez a demokratikus beszélgetés, mert mindig telefonon fölhívott, hogy Pinyoka, amit szólsz hozzá, hogy ez, és akkor mindig ez. és akkor általában 89 ban az történt, amit, amit ő, ő szeretett volna, és akkor én mondtam neki, Lajcsi, hagyjuk ezt a demokráciát. Te úgyis te vagy a vezető, te vagy a főnök, egyetértünk minden, amit. És általában jó, jókat is talált ki, és jókat is, folyamatában jókat is csinált. Ha egy képet kellene felidézned Somlajosról, hogy él a te emlékezetedben? Mi a legjellemzőbb kép róla benned? Nekem a, a, Lajos mindig, ahogy ott áll a színpadon, ugye én dolgoztam vele egy zenekarba, szenátor a zenekarba, és ilyen, ilyen, volt neki valami atyai tekintés, szóval ilyen, nekem ilyen atya figura volt, tehát ilyen apa Féltetek is tőle volt. kicsit? Nem féltünk, mert nagyon közvetlen, de, de, de volt egy természetes tekintéje keresztény szempontból, volt bűnei, voltak bűnei, mert nem volt monogám, hogyha úgy vesszük. Tehát a... szerette a nőket. Szerette. Nagy, nagy, nők nagy... is szerették őt? Nők is szerették, mert, mert mondom, milyen, ő egy ilyen tekintés, atyaszerű figura volt. Tehát az, aki Mit azt mondta, hogy ja, én már idős vagyok hozzád, mondta egy nőnek, akkor a nő azt mondta, hogy ne, én pont azt szeretem, hogy te olyan érett férfi vagy. Tehát ő ilyen, gondolom a kopasság is hozzáadódott ehhez a dologhoz, már szerintem én azért láttam régi fényképeket, tehát ő már szerintem húsz évesen is kopaszodott, és mit a Radics Bélával vannak ilyen régi fényképek, és ott áll, és már akkor is gyérhaj van fölül, és magas volt ugye, elég komoly, tehát jó eszű ember volt, tehát azért, hogy kordá, minket Korbádában tartott, tehát mondta, hogy ezt nem, itt csajozás volt, akkor azt mondta, hogy nem neked kell berúgni, hanem a csajoknak, tehát az Ez volt a ne nagy tanács? Te, persze, voltak ilyen tanácsai, igen, hogy, hogy ne te rúgjál be, Tomi, mert hanem a csajt rugasd be. Tehát mindegy, hát aztán én akkor egy kapcsolatban éltem, úgyhogy ezeket nem voltak érdekesek, de, de voltak ilyen szaktanácsai, tudod, és, 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 és tudtuk, hogy okosak. Tehát ő okos dolgokat mondott. Őt mennyire fogta meg az a bizonyos arancsempészési ügy, aminek kapcsán azt lehet hallani, hogy őt elítélték? Hát ez tulajdonképpen elítélték, de ő kapott egy előki tanácsi kegyelmet, tehát azon kívül, hogy előzetesben volt ő neki, a büntetés nem kellett leülni. Ő nem ült egy napot sem? De ő előzetesben volt három hónapig, miután ő volt az első rendű de, de mi történt pontosan? De, de hát minden, ez, minden, ez, három ez az egész aranyügy, ez, ez egy, egy, ilyen államilag fölfújt valami, hogy fölhívás történt, akkori f... F figyelőbe, vagy nem tudom mi, hogy, hogy arany hiány volt az országban, és hogy minden, minden turista, vagy mindenki hozzon be aranyat, és hogy úgy, úgy értelmeztük, hogy korlátlan mennyiségbe, És akkor mi, tudom én, én is benne, én voltam a nyolcadrendű bádlott, ha már itt tartunk. Én kaptam három hónap felfüggesztetet egy évre. A határom, vagy hogy hol csíptek? Nem, ez, ez, simán be, behoz, hát valaki behozta, hogy aztán csempészte, vagy ezt már nem tudom, de hát az volt, hogy be lehet hozni. Most azt nem tudom, hogy súlyhatár volt, vagy nem. Valaki hazahozott, és egy kiló aranyat letett az óra pultra, és azonakban a műreg néni, aki gondolom álltott 5-6 grammal, rögtön kívta a is és még ott. És akkor így sorba. Mi akkor kim voltunk Szobetunóban, a mind a ketten. Tehát mi, akkor mi, minket még nem tudtak letartóztatni. Mesélte neked Somlajos arról, hogy őt egyszer megcsípték arancsempészés miatt? Persze. És... hát az, az egy érdekes dolog. Na, az, erről, tudunk mes, erről tudok beszélni, mesélni, mert ezt már akkor is tudtuk, hogy mi történt. Az arancsempészés. Szovjet turnéra jártak zenekarok, minden zenekar. A két dolgot tudták csinálni. Vagy ö, a Rubelt rettenetes szarul váltották már, bocsánat, hát a Rubel nem ért lófütyöt se, nem tudtad eladni, mit tudom én, valami egy az egybe váltották, vagy valami, nem emlékszem az árfolyamokra. Tehát ott mara jól kerestünk a Szovjetunióba, én is voltam a Kártágóval, és akkor két dolgot csinálhattál, vagy megvárod, még fél év múlva átutalják a rubelt, átváltják izére, forintra, és ennyiért dolgoztál. Kettő színes tévéket hoz, mindenki hozott mindenféle hátadon, színes tévéket cipelsz. Harmadik verzió, hogy aranyat veszel, mert viszont a Szovjetunióban olcsó volt az arany. Ezt, ezt mindenki tudta. A piramisnál volt egy probléma. A piramis ö, ö, nem szerette a hatalom, a piramis, mert már úttörő őrsöket neveztek el a piramisról, meg Révész Sándor, Raj, meg mit tudom Somlajos őrs, meg mit te, ilyenekre, ilyenek voltak, és ez mindenkinek bökte. A, van is egy ilyen daluk, hogy túl nagyra nőttél, azt hiszem, van egy ilyen piramisdal, tehát bántotta, ez, ez oly, ugyanolyan volt, ez az aranyügy, ez ugyanolyan volt, mint én még most tíz évvel ezelőtt is láttam olyat a, a, a orvosi rendelőkbe kitéve olyan táblákat, hogy az orvosnak paraszolvenciát adni, illetve neki elfogadni, és adni is szigorúan a törvénybe ütközik, mit a hányadik paragrafusba ütközik. De közben könyörgök, az orvosoknak úgy volt megállapítva a fizetése, még máig is alacsony, most már emelgetik, de hogy, hogy, az egy borra valós szakma. Magyarul azt mondod, hogy az zenészek, te, ha nem tudtak volna aranyat behozni, Majdnem, nem, hogy a megélhetésük egy jelentős részétől el kellett volna van. köszönni. Na, most ezt azért, meg és ezt azért, azért mondom, hogy ez azért, tehát volt a szocializmusban egy ilyen sakbantartási, hogy, hogy, jó, én, nem, én szemet hunyok, ha te aranyat hozol, szemet, nyújt, szemet hunyok, hogy paraszolvenciát kapsz a betegeitől, de ha mondjuk kinyitod a szád, az akkor megkérdezik, hogy te neked a 3000 forintos fizetésedből honnan van autód. Tehát, hogy az értelmiséget sakban tartani, ezek, ezek pszichológiai eszközök, vagy nem is pszichológiai alak, hanem izé. És úgy, úgy, lá, úgy láttam, vagy úgy tűnik, hogy a a piramis túl nagyra nőtt. De azt tudtuk, hogy ő begyében van. Azért nem gondolom, hogy ő 3 per 3-as lehetett, aztán lehet, hogy az volt, én nem tudom. Azért nem gondolom, mert, mert azért tudtuk, hogy mikor fúrnak minket. A szenátort rendesen fúrták. Tehát ö, alig akart megjelenni a lemez, Lajos izé bögyébe volt, hogy arancsempész, mindenhol ment ez az arancsempész. Így duna. hívták őt, ez volt a ragadvány neve? Nem, csak hogy, hogy hát az Lajossal nem lehet dolgok, mondták hivatalos helyeken, hogy a Lajos az izé tulajdonképpen egy bűnöző, mondom, én nem vettem észre, hogy bűnöző volt aranyat, meg mindenki hozott a Szovjetunióból, mert az volt a legolcsóbb. De erről már beszéltünk. Ennyi. Som Lajos ön szerint hol rontotta az életét el, ha elrontotta? Hol el az életét? Körülbelül ott, amikor ebbe az aranyügyletbe bonyolódott, és, és akkor gyakorlatilag egy ilyen ártállami fekete mágiával majdnem, hogy teljesen tönkre is tették. Aztán ebből szerencsésen visszajött, a szenátor nevű zenekarral 1985-ben, amikor is Somnak mindig kiváló érzéke volt ahhoz, hogy váltson, és euh, volt meg egy új hullámos kísérlete 1982-ben, és 85-ben pedig euh, megpróbált váltani ebbe a West Coast, euh, illetve ilyen akkor divatos glam rock irányzat felé, euh, ami ugye ez a Bon Jovi stílus a 80 évek közepén, Azt sem hozta már meg igazán számára a sikert, hogy ebben benne volt-e az a lejárató hagyjárat, ami, ami emögött mögött, e, e, az aranyügy mögött e, volt, vagy... Ki vezényelte? Tehát ki akarta őt lejáratni? Hát, e, ez úgynevezett ifjúsági sajtó, de itt ugye voltak olyan cikkek, hogy aranyos aranyosom, tehát ilyen, ilyen únyoros, rosszindulatú cikkek jelentek meg róla, miközben persze azért mindenkinek voltak ügyei nem csak a sportolóknak, hanem ugye a zenészek így hoztak be hogy hangszereket, tehát gyakorlatilag mindenki egy picit kis stiklire, stiklibe kényszerült, hogy ez mennyire volt súlyos, vagy nem, én ezt konkrétan nem vizsgáltam ezt a bizonyos aranyügyet, de ugye nagyon kevés zenész volt az, akit lecsuktak börtönbe került. Ugye volt a CPG zenekar, de ott politikai motiváltság, ott az ügy hátterében majd ugye később, ugye az alatt, Cíni, de nem volt jellemző a, a, a popstárokra ez nehéz felállni ebből, és tulajdonképpen Seulásnak sikerült. Tehát amikor ő újraindult a szenátor zenekarral, akkor nem is értem, hogy az miért nem jött be annyira, amikor Takás Tamás volt az énekes, Szekeres Tamás a, a, a gitáros, tehát egy kiváló zenészekkel vette körül magát, és egy akkori trendre ült föl, és az jól is állt nekik, tehát ő végig is majdnem ott sikerült neki a visszatérés, ami majd csak 92-re áll össze, amikor is ugye öt teltházas BS koncertet adnak a piramissal, de hát ugye ez nosztalgia koncert volt, tehát szó volt arról, hogy együtt maradnak, így aztán ő tovább kallódott, vegetált, egyébként ha kérdezné, voltam a lakásán is több alkalommal, és és én nagyon pozitív figurának gondolom, nem azért, mert a, a lakása annyira lenyűgöző volt, mert egyébként az volt, de hanem, hanem, sokkal inkább azért, mert nagyon finom intellektust ismertem meg Somlő szemében. Szóval, szóval, hogyha ő úgy mond, egy jó producer, egy, egy jó olyan, olyan kollégák vonzás körébe került volna, akik inspirálták volna és felhúzzák, és nem a, a ö, hatodik kerületi Kodákörön környéki kiskocsvákban mulatta volna az időt, hanem hanem inspiráló ö, baráti közegbe, akkor akkor Somlos nagyon nyitott volt, jó zenész volt, és ö, még újra tudta volna indítani a, a karrierjét a piramis ö, hát végés megszűnése után. Te mikor vetted észre a Somon, hogy elindult valami fajta lejtmenet? Az életében, én az életvitelében. Én, én Fizikai állapotában. Én nem vettem észre, tudnék, akkor már nem voltunk együtt. Nálam ez hirtelen volt. Tehát, hogy én A, mondjuk A héten, nevezük egyes számú hetet. Egyes számú héten fölhívtam a Lajost, hogy kéne találkoznunk, mert valami mit tudom én, már nem emlékszem, valami cirkuszba, hogy mit tudom én, egy egy lány kimenne, vagy valami ilyesmi, és hogy ő, 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 ő tudja ezt a vonalat, és fölhívtam, és a Lajos tök normálisan beszélt velem, mondta, hogy jó, Tomi, gyere föl hozzá, megbeszéljük, mondom, jó, ö, és egy hét múlva akkor találkozunk jövő héten, most nem vagyok itthon, tök normálisan beszélt, ö, ö, következő héten a megbeszélt időpontban fölmentem hozzá, és nem nyitott ajtót, és ott csöngedgettem, nem volt sehol, hívtam, nem vette fel a telefont, és ott egy néni, volt a szomszéd vagy egy ilyen körgangos házban lakott, az Andrási úttól egy utcával bejebb, és, és mondta a néni, hogy a Lajos kórházban van. Lajos kórházban van. Hát igen, kórházba került a Lajos, és mondom, mi a fene? Hát, az majd ő ebben nem akar beleszólni, tehát azért titokzatos a dolog. Egyes rossz nyelvek szerint úgy megverték, följöttek valakik, és úgy megverték, hogy kiveverték az agyát, de ne szaladjunk előre. Tehát én egyes héten beszéltem egy tök normális a Som Lajossal, akit ismertünk, kettes héten nem eltűnt a Lajos, és a negyedik héten pedig előkerült ilyen burluszba, és mint egy, tehát egy kis, izé, tehát mint egy, mint egy dilinyós, vagy valami. Az olyan. miben nyert teret, hogy azt mondod, hogy hát már ilyen nem a, volt olyan? Mit, úgy nézett ki, mint egy, mint egy arab, mit tudom én, micsoda, ilyen, ez mindenhova, azért nem én köznapi Magyarországon nem szoktak ilyen, a, Arafat járt ilyen, De miért de járt ő olyanba? Emlékszem rá. Sose nem derült tudom, ki? Sose derült ki számomra. Mondta, hogy ő a, mit tudom én, a nagy arab herceg, és ezért, tehát bevodkadtam kattamva Tehát két hét múlva, mikor vagy három hét múlva, mikor én megláttam, akkor már be volt be. De Tomás, te ezt minek a számlájára írod? Tehát mit Szerintem a... nagyon megverték. Ő belenyúlt valami bizniszbe, amit be nem kellett volna. Alvilág? Uh -huh. Szerintem igen. Volt is ehhez vénája? Tehát az üzleteléshez? Nem vénája, hez... hát ő, ő, üzle... ő volt vénája neki az üzleteléshez, hát azért elvezette ő annak idején, nem tudom, hogy a Neotont kivezette, de a, az ős neotomba, de a piramisbe abszolút zenekarvezető volt. Tehát, hogy abszolút olyan volt, mint a Kártágóban a Szigeti Feri, vagy izé, tehát ő Volt szervezte... menedzser szemlélete, producer menedzser... Igen, igen, ő menedzser szemlélete, ő vitte ezt az bandát, bejárt az Oriba, ő volt jóba benfentesekkel, már amennyire jóba volt, ő tudott oda mondani, hogy oda kellett mondani, azt arra csapni, stb. 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 Erdős Péter kedvelte is? Ez Én úgy tudom, igen. Mert ezek, ezeket azért nem tudom annyira, mert ezek nekem ilyen öreg Most vicces, ma itt ülök 65 évesen, de nekem ezek öreg bácsik voltak azért. De mesélt erről? Hogy mesélt, ő hogy járta persze. ki annak idején, milyen kapcsolatrendszer volt? Persze, Mesélt róla, hogy ne. Nagy befolyásos jó ember volt. Ö, igen, akkor. hát kell. Meg ő kiharcolta magának, tehát azért ugye azért a. a a Piramis az, az egy rettenetesen fontos zenekar volt annak idején. Azt ti tudtátok-e, hogy ő jelent rólatok? Ő azt mondta, hogy ő elmondta a Piramis tagjainak, hogy ő ügynök. De aztán az utolsó időszakban nyilatkozott ő mindenfélét, össze-vissza, sok esetben el ellentmondva is egymásnak, de ez például a ti számotokra egyértelmű volt-e? Nem, mert nem, fogalmunk se volt ez ilyen ügynökőziről akkor. Én. Annyit mondott, hogy, hogy, van egy belügyi összekötője, miután mi sokat járunk külföldre, meg keletre is olyan, mint tudom, kétszer voltunk Szovjetunió, tehát mindenképpen neki van egy belügyek összekötője, aki, aki kíváncsi, hogy mit tört. Most, most, én, én úgy gondolom, nem arra volt kíváncsi, hogy, az, hogy a, a, zenészek mit mondanak, hanem az, hogy ha oda jönnek a nyugaton a diszidensek, milyen hírek vannak, mit, mit, kell mondani, meg, meg uh, keleten is, hogyha megyünk ki helyekre, hogy akkor minden ilyen, ilyesmit impo, informálni kell. De ezt mi nem úgy vettük, hogy ő besúg, mert nem is tudtuk, hogy mi az, hogy besúg. Hát fogalmunk sem volt. A rendszerváltás után, mikor erről cikkeztek a lapok, somlajos kapcsán, ti megdöbbentetek? Bármi olyanra bukkantatok, ami nektek mondjuk meglepő volt? Sommal kapcsolatban? Hát mi, én azt hiszem, hogy meglepő volt, mert így mi ebben egy tényszerű nem, nem találkoztunk, hogy valaki ügynök, hát akkor lettek le ezek az őrült ügynök, hogy kinek mi volt az álneve, meg a mit tudom én jelszó, vagy akár nem fogalmam sincs. Persze azért egy kicsit ezt mondom, hogy, hogy hát Mit tudott el? Biztos, hogy nem rólunk. a szent meggyőzés, hogy nem rólunk jelentett, hanem valaki másról kellett neki jelenteni. Hát a saját zenekarról nem fog hülyeségeket Nem is volt mit. Az, hogy valaki behozott egy gitárt, és nem álmodta -e le, hát ezen ez, 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 ez nem kell mit jelenteni. Preszer Gábor azt írja, illetve a könyvének második részében, hogy volt egy olyan történet, amikor ők jöttek be az omega és valaki, ő vélelmezi, hogy ez Somlajos volt, leadta a drótot, hogy ők bizony bizonyos dolgokat be akarnak hozni Magyarországra. Te ezt el tudod hinni? Semmiképpen nem tudom elhinni, és nem tartom tisztességesnek a picinek ezt a... Mert ha pláne nem biztos benne, hogy feltételezem, hogy a Somola hát ilyen, ilyet nem lehet feltételezni, akkor le lehet kérni az ügynököknek, hogy ugye minden, minden érintett lekérte és átolvasta, hogy miről van szó. Lehet, és hogy én ő... nem vagyok e, ennyire elfogult a Lajos, de én kizárt dolgozom, hogy ezért ő a határa jó, hogy, hogy, jön a lokomotív, vagy jön az omega is, hogy nézzétek át őket. Szóval ez egy, egy, ilyen... Sotti János is megerősítette mindezt egy interjúban, és azt mondta, hogy szerinte Som és az Omega és az LGT között mindig volt valami fajta vetélkedés. Sőt, azt is kimondja, hogy szerintesen féltékeny volt sok esetben az LGT-re és az Omega-ra. Hát, a, a, a Lajos vérmérsékletétől fogva meg az egész habitus az, hogy ő egyéb vezér volt, és ő tényleg komolyan vette ezt a piramis dolgot, hogy ezt... Hát voltak bizonyos áldász küzdelmek zenekarok között, ez senki nem titkolja, de hogy kimondottan az Omegára, vagy a lokomotíva -e félt. Én például rengeteget jártam ugye akkor a Somlottomival szórakozni, és... Köszönetek soha nem volt ilyen. És soha nem mellettél. Egyedül röhögtünk, már a főnökök marcangolják. De hát például szerintem sokkal jobban ellen, ellentétben volt a Lorival, például a Schuster Lorival. A, a Somé és a Suster Igen, hát ott mindig, mindig volt, hogy ki ki a nagyobb zenekar, és a P-Mobil és, és a Piramis. És az miben nyert teret az ő vetélkedésük? Hát mi, mi, minden, hogy akkor egy, itt csinálok egy bulit, akkor mi is csinálunk ott, vagy, vagy egy közös koncert, akkor képesek voltak egymás hangtechnikájába belepiszkálni. Meg. Ilyen is előfordult? Elő, igen, igen. Hogy elrontsák a másik koncert. Igen, igen. Pláne, ha mit tudom, egymás után játszottak, vagy valami. De hát ez más de nem akarok neveket, mert ez senkinek másnál is előfordult. Hát olyanról is hallottam, aki elvágta a csoportkábelt hogy elrontsa hogy a, a ne tudja, hogy a másik fölép, vagy késve, vagy, vagy... Hát ez egy nagyon nagy konkurencia volt. De még köztük is azért barát, úgy, úgy nézett ki, hogy egy baráti viszony csak állandó egymás veszülése volt. Te mond, sokáig nekem úgy tűnik, most hogy elmélyedtem Somlányos életrajzába, hogy ő az életcsászára volt. Egy nagyon hosszú ideig. Ez igaz? Nők, pénz, befolyás, és valahogy ő úgy ott volt a tűz közelében, mindig olyan ünnepelt figurának tűnik nekem így utólag. Hát az az igazság, hogy ebbe én már nem vettem részt, én nem, már nem tudom, én amikor a zenekar feloszlott 82-be, akkor ugye Eléggé elhidegültünk, illetve el, külön váltak az útjaink. Én, én mindenféle más próbáltam, ő is próbált zenekarozni, de nem voltunk egyáltalán rosszba, csak nem, nem. Akkor már nem jártunk úgy össze, mint mikor zenekari tagok voltunk. És akkor azt én is tudom, hogy ő hát ugye át, átment a biznisz világába, tehát mindenféle. Ami valószínűleg biztos is, hogy, hogy, hogy nem, minden, nem minden tisztességes munkával keresett jövedelem volt. Tudomásom szerint ő nagyon szépen és jól élt. Volt egy Bencúr utcai lakása, festményekkel, lovat tartott, befolyásosnak és jómódú embernek ismerték meg egy bizonyos időben. A végén viszont hát egy nagyon zavartan nyilatkozó, már kevés javat felmutatni képes ember benyomását keltette már a sajton keresztül. Hát, hogy, 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 ezekből a jogdíjakból hogy tudta ő megszervezni az életét, ezt, ezt nem tudom, de ugye ismerjük a, a, zenész jogdíjak zavarbejtő alacsony fokát, ismerjük azt, hogy, hogy, hogy hány zenész kényszerül a mai napig ilyen városnapi haknikba, úgyhogy valószínű, hogy, hogyha valaki nem aktív muzsikus, akkor, akkor elkezdődik ez a, ez a le, anyagi lecsúszása, ugye hiába volt ez az öt teltházas piramis koncert 1992. december és 1993. eleje között, nyilván elverte ezt a, ezt a pészetet, nem elverte, hát nyilván elfogyott, elment rezsire erre-arra, hogy hogy, hogy hogy lett belőle az, aki a, 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 talán hogyha leprofiloznánk az ő karrierjét, akkor akkor abban nem minden benne van. Ő a 20 évei közepén már nagy lemezhez jut. Ez egy elképesztően nagy dolog a, a 70-es évek legerén a Neoton zenekarral. Omega és a, 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 az Illésen kívül abban az időben nem nagyon volt rockzenekarnak nagy lemeze, még a hungáriának, de inkább abban az időben még másodvonalbeli zenekarnak számítottak tehát megízleli azt, hogy ő, ő, a ő a világ közepe, aztán utána létrehozott Taurus zenekart, az ország első kimondotta a Hard Rock zenekarát, ott is óriási szakmai és közönség sikert teltházas bemutatkozás az ifiparba, 1972. május 1, de ezt a Taurus nevű zenekart is tulajdonképpen szétszincálják, leszalámizzák, kiveszik belőle a, radicsot, és, és, bekerül Zorán, tehát gyakorlatilag ilyen hanglemezgyári mahinációk következtében ezt a zenekar gyorsan szétszincálják, majd, majd 74 körül próbálja ezt a egy másik énekes, ezt a piramis megszervezni, és 75 őszén tudja a generálból ő is így ki kapni, kiszedni a Révés és onnan indul egy, egy, egy olyan zenei karrier, ami, ami gyakorlatilag a magyar bitumária Nincs olyan zenekar Magyarországon, ami ekkora sikert ért volna -e el, hogyha, hogyha azt a közönség, közönség infózitásán, vagy pulzusszámán, számán, vagy a hangerején, a rajongásán lehetne lemérni senki, se az a illés, piramis. mint a piramis. Sem az illés, sem az LGT, sem az Omega. Senki. Senki. Tehát gyakorlatilag a, a rajong. Most, most abban mérem ezt, hogy, hogy mi a rajongásnak a foka. Mert hogy jó, ott van 40 ezer ember az LGT eh, Tabáni koncertjein, mindenki kellemesen laza, mint somló Tamás, vagy a adidas melegítőbe eh, kijön, és mindenki ilyen, ilyen, ilyen fesztelen és. Eh, de a piramis koncerteken ott, eh, ott olyan tínézser őrület volt, mint, eh, mint mondjuk 64-65-ben a Bitlis idején. Na most egy ilyen ember esetén, aki tényleg megéli azt, hogy milyen korszakos rock ikonnak lenni, hogy viseli azt, amikor elfogy körülötte a levegő? Amikor már nincs befolyása, nincs hatósugara, nincs ünnepeltség körülötte? Hát nyilván ezt, ezt, ezt nagyon nehéz elviselni. Nagyon nehéz elviselni azt, hogy, hogy, hogy te voltál a, a, a tínédzserek bálványa. Ugye egy ifjúsági magazinban is volt egy vers, somlajos járja vizen, tehát gyakorlatilag e, istenként tekintettek rá, e, és bár nem volt egy különösebben helyes pasi, de, de nagyon erős volt ez a férfi sármja, és e, szerintem köv ugyanannyi nője volt, mint e, révésznek, e, független attól, hogy, hogy milyen kötelékben volt éppen házastársi, vagy, 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 vagy nem azért erről lehet ilyen legendákat hallani, tehát gyakorlatilag mindene meg volt, csajok, népszerűség, olyan, olyan, népszerű volt a piramis, és meg kell nézni a, a 78 őszén a BMW-n 25 ezer ember ütrivolgását, vagy hogy révész autóját fölemelték ezen a koncerten, amikor próbált be menni a BMW területére, és a vállukon vitték a rajongók. Ilyen, ilyen senkivel nem történt meg, mint a piramissal. És, és ezután jön az az óriási zuhanás, hogy, hogy ugye Révész 81 nyarán egy kelet-németországi koncerthelyszínen benyugi a színpadon, hogy ez a piramis utolsó fellépése, már mint vele, mint énekes, és, és innen elkezd borulni minden, ez 81 nyara, ha. akkor, akkor Gallai Péter marad az énekes, akkor hogyan tovább ezt a házrokot játsszák e vagy úgynevezett őszinte kőkemény rokot, vagy váltsanak, és akkor, és a somban van annyi kreativitás, van annyi nyitottság, hogy, hogy megpróbálkoznak az új hullámmal. Nem biztos, hogy bős dolog volt, mert nekik nem állt ez jól. Azzal, hogy a Révisz kiszállt a zenekarból, onnan ő már, tehát a piramisnak onnan tulajdonképpen leáldozott, tehát már soha nem Uh, lettek olyan népszerűek, Révész nélkül nyilván mindenki uh, Sanyika, a kölyök uh, 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 miatt ment a koncertekre, plusz ugye a jó zene, de hát Révész volt a frontenben, innen már nem állt föl a, a, a zenekar, ez utána... Ugyanakkor, bocsánat, valószínűleg Som Lajos is tehetett azért, hogy úgy alakult az élete, ahogy alakult, azt nyilatkozta élete vége felé, hogy öntörvényű, alkoholista kokainista őrült voltam. Erről tud bármit hitelt érdemlően? E, hát ugye én újságíróként dolgoztam a 90-es évek eleje óta, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok olyan rendezvényre hívtak el, ahol ott volt a somlajos, és e, mindenféle ilyen partik bulikon e, ott volt, e, nem csinált botrányt, de, de olyan, fura volt, hogy, mit tudom én, bevonó Monik küvé pornósztárral, mindenféle ilyen, hülyességeket beszélt, azt kell mondanom, hogy, úgy tűnt, hogy, elvesztette a józani félő képességét, sajnos. De Nyilván... miatt? Arra gyanakszik? fogalmam nincs. Én, én ilyen, ilyen, vonatkozásban nem ismerem, csak, csak amikor a tévébe is szerepe, sajnos kihasználta a bulvár Média kereskedelmi tévék e, őt, és, és onnan, amikor még az ember még nézett kereskedelmi tévéket a 90-es évek második felében, akkor lehetett érzékelni, hogy nagyon-nagyon nagy a baj. Tehát össze-vissza beszélt, hogy ő nem tudom, milyen fáraónak a reinkarnációja, meg a mit tudom, teh tehát hogy, 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 hogy már nem volt teljesen beszámítható, de szerintem még akkor is menthető lett volna, hogyha, hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy, 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 hogy meglátja benne a, a kreatív embert, aki, akivel lehetett volna együtt dolgozni. Aztán nyilván már eljutott olyan szintre, hogy hogy nem, ez nem tudom, hogy városi legenda vagy se, csak hogy ilyen bulvár elemet említsek. Állítólag például a, a Benczur utcai e, lakásának a, a e, körfolyosójáról állítva egyszer le is esett. E, most nem emlékszem, azt hiszem, hogy első emeleti lakása volt, vagy második, ezt most nem tudom, pedig tényleg jártam nála azt hiszem, hogy kétszer, e, és túlélte, összekapta magát e, valamennyire, de de hát Csernus Imre, vagy a gyülekezetes Pajor Tamás tudta volna őt valószínűleg megmenteni, vagy, vagy, vagy éppen pont ők tudták volna összeszedni. Már ha ezt említi, tudomásom szerint négyszer volt azért ő pszichiátrián. <haz> hát, azért az mutatja a mentális állapotának a sebezhetőségét. Igen, tehát neki nem volt azért könnyű, abból a szempontból sem, hogy, hogy nem csak ez, a, ez az aranyügy volt, ami nem akarok elbagatelizálni sem, de, de ugye ő, ő, ügynök is volt, és, és annak is lehetett egy terhe. Elment az agya, tehát most hagyjuk, maradjunk a tényeknél, tehát a negyedik héten találkoztam vele, és izé volt. Zizé, rendesen, tehát ilyen izé, és, tomikám, és izé, és alig tud az így veszélyt ilyen fut. Tehát egyik hétről a másikra, akkor mondták, hogy kábítószere miatt elvesztette az agyát. Én nem hiszem, mert ő nem, én nem ismertem őt kábítószeresnek, és italozósnak. Mi többet ittunk, mint ő, és akkor mondta, hogy nem szabad annyit, ezt már ezzel kezdtem. Tehát, hogy módjá, így nem volt antialkoholista, de módjában mm -hmm. volt volt katonikoti, volt, meg mit tudom én, na fiúk, gyerekek, szedjétek össze magatokat. És akkor a következő már mikor izé, akkor láttuk, hogy, hogy ő nála izé, el, tehát hogy a, elhúzták a függönyt, vagy hogy mondjam, és ott már kiszámíthatatlan lépései voltak utána? Igen, tehát butaságokat beszélt, már nem, már nem, nem, is tudnám idézni most hirtelen, de, de hülyeségeket beszélt. Magára maradt ő nagyon? Igen, úgy vettem észre, igen. Hát aztán voltak, ja, és akkor volt valami furcsa nő felesége, vagy nem tudom, aki, aki ott megjelent, egy, addig mindig jó csajai voltak a izének. Volt, köz, volt egy felesége, a, a Kardabeácska, aztán már így szétmentek ők, mert a, 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 nem nagyon lehetett ellenállni a csajoknak a piramisba, vagy később se, és a Lajos nem is volt egy nagy ellenálló. Gondolom, ezt egy tisztességes feleség sokáig nem bírja, és ö, megértem én. Szóval nem, 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 nem kutakodtam az ő magánéletébe, de megértettem a feját, hogy ezt, ezt nem csinálja, ezt kevés nő bírja sokáig. Na, a Lajosnak a karda be elvált, úgy tudom, de jóba voltak, tehát mi találkoztunk, amikor én vele zenéltem, akkor a Beácska hozott gyerekek, kávét kértek, meg minden, de mikor már kiütötték az agyát, vagy elment az agya a Lajosnak, akkor valami furcsa nő volt ott körülötte, senki nem ismerte, nem tudták honnan került elő, és mondom, addig, ja, ott hagytam abba, hogy addig mindig jó csajai voltak az ének, és ez meg egy elég rogyant, valami furcsa, fura arcú, izé, néztük, hogy hogy kerül ez ide. Ti azon gondolkodtatok-e valaha, zenészek, a zenész cég, egykori társak, hmm. hogy valahogy segíteni Somlajoson? Persze, még én, mondjuk én se voltam soha nagyon eleresztve, tehát anyagilag nem is tudtuk segíteni, vagy én nem tudtam, én ezen nem gondolkoztam, mert azért szerintem ő azért még mindig jobb anyagi helyzetben volt, mint én, de, 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 de még, még, engem is megkeresett, hogy majd csináljunk zenekart, de hát már senki nem vette ezt komolyan, hogy ő zenekart fog csinálni. Azt hiszem a Slamovic álltak össze valami, már nem, 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 emlékszem a banda nevére, menekem nekem akkor már meg volt a saját bandám. Az ISTEN is dolgoztam, később aztán a, megcsináltam a saját kis blues bandemet, és, és ő lejárt azt, tehát végül is haláláig ő lejárt. Takács Tamás Dirty Blues bandre, és akkor nem csápol, de ott ült a háttérbe, és mondta, hogy Tomikám, húha, jó vagy, és üzé, Tomikám, nagyon jó vagy, és ó, mondom, mester, köszönöm. És Úgy hívtad, hogy mester? Persze, igen, igen, mert mondom, nekem ilyen apa figura volt, és akkor megveregette a vállamat, hogy Tomikám, nagyon jó vagy, és, a, és szeretem, és szeretem hogy te énekezte, jó fej, csávó vagy. Azt egy mondatban el tudod mondani, hogy miért oszlott fel ilyen értelemben a piramis? Emberi, okok miatt, szakmai okok miatt egész egyszerűen ez a projekt akkor 82-ben úgy kifáradt. Ha esetleg vannak olyan fiatal nézőink, akik nem tudják ennek a történetnek. Hát akkor, a, a, akkor előtte már kifáradt, mert ugye a Révés ugye előtte már elment, mi csináltunk egy új formációt, a Piramis Pluszt, avval még ugye egyszer kimentünk Szovjetunióba, utána egy, egy filmfesztiválra, biztosan sikeres lehetett volna, de Magyarországon nem fogadták el ezt a ezt a felállást, tehát játszottunk után Lifi Parkban, elég érdektelenség volt, és, és, és éreztük, hogy ez pedig nem valaki, mert azért nem nem volt egy rossz lemez. De tőlünk nem ezt várták, ezt az újulámos megújulást, hanem ugyanazt a régi piramist akarták. De utána már ugye jött az az aranyügy, akkor ugye rengeteg rendőrség, ez, mire, mire ez lezajlott, eltelt egy majdnem egy év és akkor utána már ez senkinek nem teszi be, hogy ezt össze ezt a dolgot. Az emberi viszonyok azok milyenek lettek a zenekar és som között később? Megmaradt az a fajta kohézió, az a fajta összetartás, vagy azért eltávolodtatok egymástól? Hát egy kis, kis tartás külön ö, volt, költözünk, de ugyanúgy barátok voltunk szerintem, rit, nagyon ritkán találkoztunk, de ő, ő, volt, én akkor már a Török Ádám minibe játszottam, rendszeresen lejárt a bulikra. Hát nyüzsgés volt körülötte, ahogy mondtad, tehát nők, csillogás, és a többi, és a többi, de én ebben nem vettem részt, nem is, nem is nagyon örültem neki, mert így bement tévéműsorban, szem volt Friderikusznál mindenhol, ugye a Talpig Aranyban, meg, meg, meg hát azért ugye elmondott olyan dolgokat, amit én szerintem nem volt publikus. Nem volt publikus, vagy nem volt igaz? Inkább ilyen, ilyen kicsit szájös dolognak tűnt, az, hogy mi volt igaz, abban nem tudom, mert abban az életében én már nem vettem részt. De én nekem nem, nem, azért nem tetszett, mert ő előtte, mint, mint rockstar volt igazi nagy figura. És hogy most egy másik oldalon akar nagy, nagy ember lenni, az, azt én már nem, nem nagyon tudtam. Te távolról mikor láttad azt a pontot, vagy azt a meghatározott időszakot, amikor elindult tőle felé? Ő módos ember volt, azt mondják, egy időben volt pénze. Ezt ez, ez, ez se tudom konkrétan. Tudom, hogy elég nagy lábon élt, nagy, nagyon szép lakása volt, azt hiszem, a Bensur utcában, nagy, nagy, viszonylag jó kocsia volt, mindig ki volt ugye lobogozva aranyjal, meg lova volt. Tehát Lovardája volt. Nem lovardája, egy lova volt, lovarája, lova volt de volt. minden nap, azt is találbecsületesen minden nap kiárt lovagolni. És élte ezt a, most, most úgy hívják, hogy szelebb. Hát, uh -huh. hogy mindenhol ott. Ha most lehetne, akkor lehet, hogy influenza lenne, vagy valami. Hát nem tudom. De akkor ezek még nem voltak. De mikor jött el a lejtmenet? Amikor azt láttad, hogy a Lajosnak már nem úgy megy. Már egyre nagyobb bajba kerül. Hát az 92-ben ugye még akkor csinál, egy tíz év után csináltunk egy ilyen visszatérő bulit a akkor Budapest sportcsarnokban, ami aztán öt lett belőle, és ott még nagyon, nagyon képbe volt, tehát nagyon jó is játszott, azt tudom, hogy fogyasztott, de, de, de. Alkoholt? Alkoholt is, meg ezt azt, de de halálkorektól levezényelte azt a dolgot is, tehát menedzserek felé, média felé, tehát nyakig ült a munkába és csinálta. És a bulikat is gyönyörűen. És akkor utána megint úgy volt, hogy esetleg turnézunk, de hát aztán az meg egy másik ember miatt nem jött össze, úgyhogy akkor teljesen megint szalaszét futottunk. Amikor már volt a következő koncert, emlékeim szerint. Az már 2006-ban volt. Ott ő már csak az elején és a végén lépett. Igen, ott, ott ott már bizonyos hiányosságok voltak nála. Technikai tehát, vagy emberi? E, technikai, technikai. Tehát, tehát úgy a, nem tudott volna gitározni. Igen, igen, már o, valami olyan, olyan a, volt agyműtéte, tehát valami olyan részt piszkáltak meg az agyába, ami pont ezeket a zenei dolgokat nem... nem ő ropelzi. tudta ezt, Pinyo? Szerintem nem. Nem. Szerintem nem. Ez hogy közli az ember ilyen régi harcos társával? Hogy Lajos, ez már nem olyan? Hát nagyon nehéz volt, szóval döbbenetesen nehéz volt, mert mondjuk akkor mindig három hónapot ilyenkor próbálunk el, és akkor két hétig még ott ültünk, és gondoltuk, hogy ez majd jó lesz, de hát és akkor egyszer csak összeültünk, mondtuk, hogy gyerekeket hívjunk ide. Valakit ő ugyan ott van, játszik velünk, de valaki játszal le. Hát ilyen van máshol is. Ki mondta meg neki a zenekarból? Ő testületileg? Hát ö, Én ott voltam, de akkor volt a, a, a Rövésznek egy ilyen menedzser, a Klitsko aki most a Charlie-nak a menedzser, és ö, azt a produkciót ő vezényelte le, és akkor leültünk, és hát tulajdonképpen ő mondta, mert elég elég kemény karakán figurú az tehát nagyon szeretem, de, de ezeket olyan jó el tudja mondani. És megmondta Tudomá... így... Igen, tudomásul vette, mert ott az év ultimátum volt a, a Sanyi részéről. Már hogy vele nem szeretem. Igen, ilyen így, hogy annyit, annyit sikerült, hogy akkor az elején följön, meg a végén följön. Ezt nem, mi? Volt, nem volt szép. Szóval nem viszont. volt szép ez a döntés szerintem. A döntést az, az, az másképp is meg lehetett volna. Tehát végigmaradhatott volna, nem, nem lett volna semmi, vagy a közönség is elnézte volna mert sokszor elbonta a figyelmet, mikor ő neki le kellett menni, vagy vissza kellett jönni. Azt, hogy esetleg más játsza, az annak semmi baj nem. Szerintem nem vette volna észre. Ő ezt kell, ő nagy vonalúsággal tudta kezelni ezt a döntést? nem. Nem, nem mert azért nagyon képbe volt, mondjuk tű, nem, nem türelmes, hanem belátó volt ebben, hogy tehát gondolta, hogy így, így jobban jár, hogyha ha még, még sem marad el az egész, mert az is lehetett volna, hogy az egész elmarad. Te mondd, azt nagyon érzékenyen vettétek tudomásul, amikor beperelte a zenekart? és ebből elindult egy ilyen végeláthatatlan láthatatlan akkor ő kiállt, hogy a piramis az övé, nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy mások így úgy amúgy ezt használják. Szóval a vége olyan rossz ízűvé. Hát nagyon rossz idő volt, és nem, nem, egyáltalán nem esett jól, és nem is értettük, hogy miről van szó. De én nekem az a szent meggyőződésem, hogy, hogy ez, ez, neki is csak a fejébe volt. Én nem, szerintem én nem jelentette fel. Nem, nem, de nem is kaptatok ilyen semmi, értelemben? Semmi, ezt minden héten kétszer a blikbe vagy, vagy nem tudom, hol megjelent, hogy már jövő héten per van, meg minden, mindent visszavonok enyém a zenekar, is, és az életben semmi nem történt. Sok olyan, aztán persze tartsuk tiszteletbe a kegyeleti dolgokat is, de sok olyan nyilatkozatot láttál az utolsó időszakában, ami már elrugaszkodott a valóságtól. Most, hogy elolvastam egy csomó cikket, ő azért már mondott mindenféle. Igen, igen, teljesen tudtuk, hogy ez valaminek a nyoma. De minek a nyoma? Hát az agyi, a sérülés műtétnek, igen, hogy nem 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 tisztán beszélt ezekről a dolgokról, pláne nyilatkozatban, mert ez ilyen vagdalkozás, vagy habratyolás, vagy nem tudom, hogy... Mert amikor néha, néha úgy leültünk, tudom, a régi telefonszámokat mindent kívülről folyt. Tehát egy csomó dologban teljes, teljesen tudatában a dolog, egy csomó dolog meg... A lejtmenet már nagyon látványos volt a végén? Anyagilag... Igen, azt hiszem, igen, igen, de nagyon, mondom, nagyon ritkán találkoztunk, és még így se szeretnék róla olyat mondani, ami, Rám. ami, mert amit, amit, mi a piramissal elértünk, vagy van, azt, mindenki köszönhetjük. Tehát ezt, ezt tegyük tisztába. Tehát amikor mi a hajnalig mulatoztunk, hogy már reggel nyolckor az Oriba volt, meg az interkoncertbe, és vittak is mappáját, és intézett, és törte be az ajtókat. Vitt a lengyel menedzset, horgászt, az angolt, csajozni, az mindenre volt ideje, ereje, ami a zenekarra kapcsolatos volt. Tehát bárki bármit mond, ez az egész dolog neki köszönhető. Én mondjuk a kis a, alelnöke voltam, ugye ketten csináltuk, de ne nekem ez a gyakorlati része szinte semmi közöm. Azt mind ő vitte a azt, És nem volt mobil, nem volt. Tehát e-mail e meg, szóval ezeket talpalni kellett, beült a zsigulijába, és egész nap szágoldozott. Tehát minden helyre el kellett külön menni, nem az, hogy oda megyek, mert vagy nem vették föl, nem lehetett küldeni szerződést, e-mail, minden személyesen, és ezt mind-mind talpalt és csinált. Mire tanulság Somlajos története, zuhanása, karrieríve és az életének a vége utolsó évei. Ha van ilyen, persze. Itt van egy kvalitásos ember, aki aki megszervezte a magyar pop történet egyik legsikeresebb, legnagyobb hatású formációját. Azt a zenekart, amely, amely gyakorlatilag országos szinten úgy megfertőzte az ifjúságot, hogy hogy gyakorlatilag a csöves jelenség, ami egy és jelenség volt, de, de az ifjúsági magazintól kezdve az összes lap, az összes szociológus három-négy éven keresztül ezzel, ezzel foglalkozott. Ezt a formációt Somlagyos szervezte meg, az, az ő kvalitásai, érdemei ebben vastagon, vastagon benne vannak. Én inkább erre szeretnék emlékezni, nem pedig lenne arra a, arra a férfira, aki akit, még az Andrássy úton laktam, nem egyszer láttam ezekben a félhomályos e, e, néhány négyzetméternyi kis, e, kis kocsmákba. E, több, többet, e, többet, érdemelt volna, mint ami neki jutott az utolsó 15 évében. E, nem tudom, hogy, hogy mi az, amit, amit tanulságként e, meg lehet említeni, nem szabad az ember, az ember ne, nem szabad megbotlani ilyen, ilyen szinteken és ennyiszer, ahogy, ahogy ő néha talán emberileg is és egyéb formában megbotlott, fel tudott ebből állni, de, de hát csúnyák ezek a ezek a egyéb történetek. Én, én arra a hat piramis lemezre szeretnék emlékezni, és, és nem szokott eszembe jutni ez a, ez a dimenziója az életének, hanem, hanem a gyerekkorom, fiatalkorom háttérzenéjére gondolok, ami, ami hát fantasztikus volt, és ebben ebben kult szerepe, kult szerepe volt.